22 nevező részvételével rendezte meg a gyermeknapi lurkókupát a Komáromi Horgász Egyesület május 28-án. Az 5 és 15 év közötti gyerekek mindent bevetettek a siker érdekében a Rüdiger-tó partján, komoly felszerelésekkel érkeztek a versenyre. Évről évre egyre több lány érdeklődik a sportág iránt. A szervezőknek nagyon fontos, hogy a gyerekek jól érezzék magukat ezen a programon. Először is megvendégeljük őket, ellátjuk minden földi jóval, aztán, hogyha a végén, akik majd ráérnek még, azokkal majd hajtogatni fogunk hajót, meg halacskát, és esetleg még bevisszük őket csónakázni is a tóra. Úgyhogy előtte, verseny előtt pedig egy horgásztatót kellett kitölteni mindenkinek, ügyesek voltak. Ebben az évben ezzel a lurkókupával nem ért véget a gyerekeknek szóló horgászversenysorozatunk. Júliusban és augusztusban fogunk még rendezni egy kétfordulós törpeharcsafogó versenyt. Addigra sajnos megnőnek a törpeharcsáink akkorára, hogy kifoghatók lesznek, úgyhogy nagyon drukkolunk, hogy minél többet kifogjanak majd. Úgyhogy erre is várjuk majd a jelentkezőket, és július közepén egy éjszakai horgászversenyre, egy páros felnőtt éjszakai horgászversenyre. A Rüdiger-tóban törpeharcsa, ponty, harcsa, csuka, süllő, kárász és keszeg él. A legnagyobb halat, egy 22 kilós pontyot, két évvel ezelőtt egy éjszakai horgászverseny alkalmával fogták ki a tóból, melyet természetesen visszaengedtek. A művelet folyamán a szák és a pecabot is eltörött, az egyesület kárpótolta a versenyzőt. Ilyen nagy fogásokra nem volt példa az idei lurkókupán, de a két korcsoportban versenyző fiatalok sem panaszkodhattak. A kezdés után egy órával sokan már több kifogott hallal is büszkélkedhettek. Apával szoktam járni horgászni, tavaly előtt ott a horgászom, és most először horgásztok itt a Rüdiger-tavon. Fogtam most dévérkeszeget, meg 4 törpeharcsát, csalinak pondrót használunk, kukacot és kukoricát. Mit szeretsz a horgászatban? Hát az, hogy ki lehet jönni, csend van, meg hogy hát együtt vagyunk, és hogy ki lehet rendesen kapcsolódni. Mit fogtál eddig? Eddig egy keszeget, meg 2 törpeharcsát. Milyen csalit használsz? Sima grisztát. A Rüdiger-tó minden napra ad munkát, így a Komáromi Horgász Egyesület tagjai folyamatosan dolgoznak, hogy rendben tartsák a tavat és környezetét. Most éppen a legutolsó, amit tegnap, illetve még nem is fejeztük be teljesen, a kis tó környékének a nádvágása, meg a szigeten való nádvágás, és szeretném bejelenteni a fiataloknak, a gyermekek kedvéért, hogy az állatállományunk ismét bővült a szigeten, úgyhogy lehet meglesni őket, hogy hogyan élnek, mit csinálnak, mit legelnek, hogyan, tehát sok-sok képet és élményt lehet gyűjteni. Milyen állatok? Azt mondja, hogy most még csak birka, de majd még kecskével is gazdagítjuk az állományt. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából kiírt nyílt egyéni horgászversenyen az 5-től 10 éves korcsoportban első helyezést ért el Zámbó Marcell, második lett Horváth László Máté, harmadik Csaja Vince. A 10-től 15 éves korcsoportban a képzeletbeli dobogó legfelső fokára állhatott fel Szőnyi Balázs. A második helyet Villám Tibor, a harmadikat Szépe Máté szerezte meg. A Magyar Országos Horgász Szövetségnek köszönhetően rendkívül gazdag díjazásban részesültek a versenyzők. A rendezvényt támogatta még a Vitasütő Kft., a Tímár Kft., a Pecaplaza és más komáromi vállalkozások, magánszemélyek.